Júliustól csökkennie kell a víz, a csatorna, a szennyvízelvezetési, a szemétszállítási, a palackosgáz, valamint a kéményseprési díjaknak, jelentette be Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője a gyulai Fidesz-KDNP frakcióülés utáni csütörtöki sajtótájékoztató jelentette be ezt. Egy-két felnőttből és két gyerekből álló magyar átlag család 73.691 forintot költött el rezsire. A rezsi csökkentés tehát, amennyiben ugyanúgy 10%-os mértékkel valósul meg minden tételnél, ahogy erre már sor került a villany, a gáz és a távfőáránál, az azt jelenti, hogy majdnem 7500 forintot spórol egy magyar átlagcsalád havonta. A csökkentés pontos mértékét az árakban tapasztalható területi különbségekre tekintettel kell megállapítani. A víz esetében van az országban olyan hely, ahol 1000 forintot kell fizetni érte, míg máshol csak 180-at. Utalva a rezsicsökkentés mikéntjét érintő városvezetői kifogásokra, Rogán Antal elmondta, kérték, hogy az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók vizsgálják meg a költségeik csökkentésének lehetőségét. Harag Péter, a Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetője kiemelte, meg kell kezdeni egy olyan törvény előkészítését, amely a közszolgáltatókról szól annak érdekében, hogy a szolgáltatók valóban szolgáltatónként dolgozzanak, és ne pedig hatóságként. Vissza kell szorítani azokat a túlkapásokat, amelyeket a szolgáltatók mellett a bankok és a végrehajtók követnek el, mondta. A politikus az első lépésnek a rezsiszámlák egyszerűsítését nevezte, szerinte ugyanis itt kezdődik a fogyasztó tiszteletben tartása. Európában egy elhúzódó válság van, minden európai polgár életét ez befolyásolja. A kormánypárti frakciók és a kormányzat dolga az, hogy a magyar embereket megóvja ennek a válságnak a következményeitől. Egyik eszköz a rezsicsökkentés, amiről most szó volt. A háromnapos évadnyitó frakcióülésen áttekintették az eddigi rezsicsökkentést is, és a résztvevők megállapították, hogy sikerült érvényesíteni a villany, a gáz és a távfűárakban a 10%-os csökkentést. A frakcióülésen megvitatták a földdel kapcsolatos törvényeket is, melyekkel kapcsolatban úgy döntöttek, az agrárkamarai választások után tárgyal majd róluk a parlament.